megint van egy játékos, aki blokkoljon. Sőt, labdaszerzés is nem volt szabálytalan ezek szerint. Manzinga mehet 100%-os Zicserben, Ogyincovval szemben Manzinga megcsinálja a cselt. 3-0. Itt van még egyszer Melnyik. A lábai között rúgja el a labdát teljesen szabályosan Mocsi, és aztán ad egy gólpaszt Manzingának. Egy lövőcsel, elfekszik a kapus, és aztán már az üres kapuba gurít. Szép volt. És hát tényleg minden dicséretet megérdemel az Alegerszeg a mai teljesítményéért. Én azt gondolom, hogy ezt azért kevesen gondolták volna, hogy ilyen simán nyer Kisvárdán az Ete.